Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Hát én magam is csatlakozok az előttem szólóhoz. Én azt gondolom, hogy Gyűrre Csaba képviselő úrnál autentikusabban senki nem tárhatta fel a közvetlenül a térségben meglévő közlekedési problémákat. Az ő elmondásából is világosan látszik, hogy itt egy nagyon-nagyon súlyos adósság törlesztésének lehet ez egy fontos lépés, tehát nagyon fontos ott a helyi közlekedési viszonyok szempontjából is egy ilyen útszakasznak a megépítése, és általában ugye a gazdaság a térség a gazdaságfejlesztési szempontjainak az oldaláról is rendkívül fontos, hogy ez megvalósulhasson. És általában elmondhatjuk azt, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az elmaradott, illetve gazdaságilag nehéz helyzetben lévő infrastruktúrális szempontból is elmaradottabb helyzetű régióba fel lehessen gyorsítani az alapvető fontosságú infrastruktúra megépítését, és ennek egy fontos eleme egyébként, hogy az egyes autópálya szakaszoknak, gyorsforgalmi útszakaszoknak a határig történő meghosszabbítása megtörténhessen. Ez ugye viszonylag sok térséget érint Magyarországon, és ebben a tekintetben azért nagyon komoly elmaradása van a kormánynak. Úgyhogy egy másik példával ezt alá lehetne támasztani, ugye Baranya megyében is az M6-os autópálya nagyon-nagyon hosszú ideje nem éri el a horvát határt, és itt ugye konkrét kormányzati ígéretek voltak rá, hogy 2018-ig már be is kellett volna fejezni a határig az M6-os autópályának a meghosszabbítását, még egy kapavágás sem történt ez ügybe. Ugye még súlyosabb a helyzet az M60-os autópálya ügyében, ott azt ígérte a kormány, hogy 2018-ig két irányból, tehát Barcs felől és Pécs irányában is megkezdődik az építése. Hát ez ügyben sokkal rosszabb a helyzet, ugyanis most már a rövidtávú terveiből is kiesett a kormánynak, tehát most már középtávon ez valamiféle egy kicsit ködösebb tervnek tűnik, holott egy rendkívül nagy jelentőség lenne az M60-as autópályának, egy nagyon-nagyon nehéz helyzetű térségnek egy fontos eleme lenne, hogy az infrastruktúra eleme lenne, hogy a gyorsforgalmi úthálózathoz ilyen módon kapcsolódni tudjon. Tehát sorolhatnám még hosszan a példákat, nyilván most nem fogom megtenni, hogy az országnak mely térségében lenne még óriási szükség erre. De hogyha itt a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztéséről beszélünk, akkor nem mehetünk el amellett, hogy óriási lemaradás van az alsóbrendű utak állapota, az alsóbrendű utak fejlesztése tekintetében, és itt azt tudjuk mondani, hogy valóban, ugye erről sokszor szó esett az elmúlt években, valóban rendkívül nehéz volt a 2010-es örökség, ugyanakkor azt tudjuk mondani, hogy a kormány nem, hogy neki állt volna ledolgozni ezt az örökséget az alsóbrendű út hálózat minősége, állapota és fejlesztése tekintetében, de megnövelte a feladatokat, megnövelte a problémákat, hiszen hogyha azt nézzük, hogy milyen arányt képviselnek a rossz és a nem megfelelő állapotú útszakaszok itt, főleg ugye a nehéz helyzetű vidéki térségekben, akkor látható, hogy a kormány nem adja meg azokat a forrásokat, amik szükségesek lennének, hogy a megfelelő ütemű karbantartást és pótlást el lehessen végezni, és ami egyébként egy nagyon riasztó adat, hogy egyre több útszakasz kerül olyan állapotba, hogy már felújítás nem is lesz elegendő, hanem gyakorlatilag újjá kell építeni ezeket az utakat. Tehát azt látjuk, hogy a kormány nem hogy tolja maga előtt a problémák, hanem a hiányos intézkedésekkel és az elégtelen intézkedésekkel növeli a problémáknak a súlyát. Tehát alapvetően a kormány retorikájában egy visszatérő elem, hogy fontosnak tartja a vidék fejlesztését, a másik oldalról viszont, hogyha utána nézzünk a dolgoknak, megnézzük a konkrét számokat, és hogyha átnézzük az egyes térségekben meglévő valós problémákat, akkor láthatjuk, hogy a kormány elégtelenre vizsgázott az elmúlt bő 11 évben, főleg a legnehezebb helyzetű térségek fejlesztése, infrastruktúrális fejlesztése tekintetében, és nyilván arra most nincs lehetőség egy ilyen vita keretében, hogy az egyéb más problémákat is felsoroljuk, akár mondjuk itt a közösségi közlekedés helyzetét érintően, erre majd lesz lehetőségünk még egy későbbi napi rendi pontnál. Itt egy dologra szeretnék még visszatérni, hogy Gyűrre Csaba ennek a konkrét fejlesztésnek a nemzetpolitikai jelentőségét is megemlítette, amivel maximálisan egyetértünk, nyilván mindent, magunk részéről mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az infrastruktúrális korlátokat legyőzzük. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy az is feladata kell, hogy legyen a kormánynak, hogy adott esetben nyilván Románia kormányával, Horvátország kormányával a más említett ügyekben is folyamatos egyeztetések árán elősegítse azt, hogy egy-egy útfejlesztésnek a határ utáni folytatása is megépülhessen, és valóban egy ilyen út ne csak egy ilyen elkerülő funkciót tölthessen be, hanem valóban a regionális szintű gazdasági határon át nyúló gazdasági együttműködésnek a hiányzó infrastruktúrális feltételeit biztosítani tudja. Ez ugyan megint csak hosszan sorolhatnám a példákat, hogy az ország hány és hány határmenti térségben jelent problémát, és ugye azt meg el tudjuk mondani, hogy általában egy ilyen periférikus helyzetű, rossz gazdasági adottságú határmenti térség, egy határon túloldala az hasonló térségekkel találkozik, tehát nyilván a
raktár, mind a két oldalán hátrányos helyzetű, gazdaságilag hátrányos helyzetű, az infrastruktúra szempontjából is periférikus, ellátatlan térségek vannak, amelyeknek alapvető fontosságú lenne a fejlesztése szempontjából, hogyha ezeket a kapcsolódásokat ilyen módon erősíteni lehetne. Tehát ez is feladat a kormánynak, hát azt mondjuk, hogy ebben sem vizsgázott jól a kormány, hogy ezeket a kapcsolatokat erősíteni lehessen. Összességében viszont konkrétan visszatérve ehhez a javaslathoz, mi azt mondjuk, hogy ez egy nagyon komoly, nagyon régóta fennálló hiányosság felszámolásának egy lépése, ezért természetesen az MNP frakciója ezt a konkrét javaslatot örömmel fogja támogatni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!